Ebben az évben már 22 kamera segíti a rendőrség munkáját a település 18 pontján. Ilyen módon javul a közbiztonság egy közel 18 millió forintos pályázati beruházásnak köszönhetően. Óvodai épületek szigetelése és nyílászáró cseréje, továbbá az önkormányzati épületek napelemes rendszerének kiépítése is folyamatban van Rakamazon. Két nagy önkormányzati beruházás van a településen folyamatban, amiben a beruházó, tehát a fejlesztő, az az önkormányzat. Mind a kettő top pluszos pályázat keretében valósul meg, illetőleg már vannak részelemek ezeknek a pályázatoknak, amik megvalósultak, nevesítve önkormányzati épületeknek az energiahatékonysági fejlesztése. Ez magába foglalja a két óvodaépületünknek hőszigetelését, nyílászáró cseréjét. Itt jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása történt meg. Ezt követően történik a pályázatoknak az értékelése, elbírálása, illetőleg a kivitelezőnek a kiválasztása. Ezen pályázatok, illetőleg van a élhető város pályázatunk. Ezen két pályázat keretében már megvalósult településünkön a lakosságnak a közbiztonság érzetét javító, növelő beruházás keretében a térfigyelő kamerarendszer telepítése. A régi mozi épülete már nem volt gazdaságosan felújítható, így helyére egy új szolgáltatóház épül. A közbeszerzési eljárást követően a 2024-es évben már vélhetően egy új, energiahatékony épület gazdagítja a központ település képét. Még meg kell említeni egy új szolgáltatóháznak a kialakítását, ami a TOP pluszos pályázatunk keretében fog megvalósulni. Kiviteli tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás kiírása most fog, hát a januárban sor kerülni. Tehát a két TOP pluszos pályázatnak az egyenkénti értéke, amit önkormányzatunk nyert, az energiahatékonysági az több mint 130 millió forint, illetőleg az élhető város az több mint 330 millió forintos pályázati forrást jelent. Nem önkormányzati beruházás, de a település életében nagyon nagy előrelépést jelent az új görögkatolikus bölcsöde megépülése. A kisgyermekek elhelyezése nagyban segíti a szülők visszatérését a munkaerőpiacra, illetve az új intézmény munkalehetőséget kínál az itt élőknek. Ez egy 48 gyermeknek az elhelyezését biztosító és 12 új munkahelyet teremtő beruházás, több mint 700 millió forint értékű. Nem véletlenül került ide ez a fejlesztés Rakamazra, hiszen már több ideje egyeztetést folytattunk az egyházzal, és erre igény is van itt a településre. Így a gyermekeknek a napközbeni elhelyezését fogjuk javítani, és a családoknak, a szülőknek a munkahelyre történő visszakerüléséhez is fogunk hozzájárulni. Tehát ezek a beruházások zajlanak Rakamazon, később fognak realizálódni, de azt gondolom, hogy a fejlesztés, fejlődés ezen a településen folyamatos. Rakamazváros önkormányzata igyekezett segíteni a fiatalokat ösztöndíj lehetőséggel, a családokat pedig szociális támogatásokkal.